Itt Bonyhád Börzsönyben állították meg a rendőrök a 30 éves sofőrt. Igazoltatták, alkoholszondát is fújattak vele, ami pozitív lett. Ezért a helyszínen elvették a jogosítványát és az autója kulcsát is. A bonyhádi rendőrkapitányságon történt egy érdekes eset, mégpedig itt a járművezetés vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást. Két Műcsényi férfi, egy 30 éves és édesapja egy 56 éves szintén Műcsényi férfi ellen. Az eset még december 8-án történt, amikor a 30 éves Műcsényi férfit kollégáim ellenőrzés alá vonták, és megállapították, hogy ittasan vezette járművét. A Műcsényi férfi apja még aznap megjelent a bonyhádi rendőrkapitányságon, hogy a fiától elvett kocsikulcsot átvegye. A családfő azonban azzal nem számolt, hogy ez csak a szonda megfújása után teheti meg. Így derült fény arra, hogy ittasan ment be a rendőrségre, és úgy is szeretett volna hazavezetni. Másnap reggel az apa ismét elment a rendőrségre fia autójáért, de a szonda újra pozitív értéket mutatott. Az apa tudomásul vette, hogy újra sikertelen volt a kísérlete. Az ittas Műcsényi férfi, miután elhagyta a rendőrséget, nem gyalog indult haza. Beszállt a családi autó vezetőüléséhez, majd elindult azzal. Kollégáim azonnal utána mentek és intézkedés alá vonták, őt is előállították mintavételre, és nála is megalapozott lett az ittasság gyanúja. Az egyenruhások azonnal utána mentek, majd fiához hasonlóan az apja jogosítványát is bevonták. A 30 éves férfi apja így két nap alatt háromszor bukott ittas vezetés miatt, ezért akár évekre is elvehetik a jogosítványaikat.